Eredetileg győri játékos volt, innen az MTK-ba került, aztán a profi világ következett, a Liverpoolba szerződött, és onnan Amerikába. A magyar válogatott csatárát a barátai hozták Szekszárdra, és születésnapi ajándékként lett a Borrend lovagja. Ezúttal a családok átmeneti szállására hozott ajándékot. Alex valószínűleg egyszer nagyon büszke lesz ezekre a labdákra. Természetesen szó esett a fociról is, azon belül a válogatottról. Krisztián azt mondja, nagyon egymásra talált Marco Rossi és a csapat, és bár a sorsolás nem könnyű, újra esélyt lát az EB szereplésre. Kerülhetünk volna erősebb csoportba is, úgyhogy én azt mondom, hogy ezen az úton tovább menve szerintem komoly esélyünk van, hogy belegyünk a kettőbe. Nyilván realitásokat nézve kell azért egy bravúr, pár bravúr eredmény, de én azt mondom, hogy nem elérhetetlen. A mai válogatottat Dárdai Pál szerettette meg a közönséggel újra, mondja Krisztián. Hát ez nagy dolog volt átélni, tényleg azért érdemes volt minden energiát belefektetni, amit előtte belefektettünk. Nagy élmény volt azt átélni. Most Marco Rossi újra olyan csapatot rakott össze, amely méltó lesz a közönség szeretetére, mondja Krisztián. A hangulat jó a csapaton belül, és minden fiatalnak azt kívánja, hogy élje át mindazt, amit ők átéltek a dárdai korszakban. Saját pályafutásáról csak annyit árult el, még egy kicsit maradna Amerikában, aztán egészen biztosan itthon fogja befejezni az aktív éveit.